52,6 millió forint egy átlagos háztartás pénzügyi vagyona, Budapesten, mindezzel szemben 14 millió forint egy átlagos háztartás pénzügyi vagyona Észak-Magyarországon. Országos átlagban pedig azt láthatjuk, hogy az átlagos háztartásoknak 27 millió forint a vagyona. Ehhez hasonlóan érdekes eredményeket lehet kiolvasni a Magyarországon második alkalommal elvégzett háztartási vagyonfelmérésből, amelyből látható, hogy az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a háztartások pénzügyi vagyona. 44%-os növekedés volt megfigyelhető az utóbbi 3 évben. Ennek legfőbb oka a háztartások egyik legnagyobb vagyonelemének, az ingatlanoknak a jelentős mértékű felértékelődése, de mindemellett ebben a 3 évben felértékelődtek a pénzügyi eszközök, részvények, kötvények, és folytatódott a háztartások hitelállományának a leépülése, hiszen 12%-kal csökkent a háztartások tartozása, ami természetesen növeli a nettó vagyonukat. Hogyha megnézzük korcsoportos bontásban, akkor azt láthatjuk, hogy azok a háztartások Magyarországon a legvagyonosabbak, ahol a háztartás fő életkora 55 év körül van. Ennek a legfőbb oka a rendszerváltás, hiszen ebben egy nagyon jelentős különbséget láthatunk a nyugat-európai felmérésekhez képest. Nagyon fontos megfigyelés a felmérés alapján az is, hogy csökkent a regionális különbség, hiszen azokban a régiókban nőtt nagyobb mértékben a pénzügyi vagyon, amelyekben eddig alacsony volt, így egy kis mértékben csökkent a különbség. Ez a tendencia ugyanúgy megfigyelhető a háztartások jövedelme szempontjából is, hiszen az alacsonyabb jövedelmű háztartásoknál az átlagnál egy kis mértékben nagyobb ütemben nőtt a nettó pénzügyi vagyon, és így egy picit az átlaghoz közelebb kerültek. Azonban továbbra is fönnáll az, ami a legtöbb európai országban megfigyelhető, hogy a pénzügyi vagyon nagy mértékben felsőjövedelmű háztartásoknál összpontosul. Így például Magyarországon is az látható, hogy a leggazdagabb 50%-nál van a pénzügyi vagyonnak a 91%-a.